Tiszteljük meg elődeink emlékét, idős és fiatal érezze, hogy akinek nincs múltja, annak jövője sem lesz. Egy település arculatát a temetője tükröz. Kozármislenyben is így gondolják ezt. A régi sírköveket szorgos kezek felújították, rendezett formában sírkerté alakították. A helyszín, ahol állunk, meghatározza azt a gondolatsort, amit most szeretnék elmondani. Mi szerint itt állunk a Mislenyi temetőben. Sok ember tudatában úgy szerepel, hogy a régi temető. De az itteni mislenyiek kikérik maguknak, hogy ez a Mislenyi temető, és valóban Kozármislenyben régebben két temető volt. Ez a hely nekem egy olyan szellemet sugároz, ami azt indította meg bennünk, sokat magammal, akik együtt tudtunk gondolkodni, hogy itt valamit tennünk kell. Halottak napja közeledik. A Városnapunk egyik programsorozata az volt, hogy koszorút helyeztünk el 30 olyan potentátnak a sírjánál, akik tettek valamit Kozármislenyért. Akkor két polgár itt Kozármislenyből finoman megjegyezte, hogy lenne egy olyan rejtett kérésük, hogy a régi temetőt felújítandó, kitisztítandó, megfelelő helyet biztosítsunk az emlékezet helyének. Polgármester úr is velünk volt, ő meghallotta ezt a kérést, ezért úgy határoztunk többet magunkkal, hogy ezt a helyet előkészítjük egy emlékező helyre, egy emlékező sírkertet hoztunk létre. A két hölgy, aki ennek az ügynek a gazdája velünk volt, segített a régi sírköveket felismerni, és ehhez kellett természetesen egy olyan háttér bástya, Barics Arnoldnak a személyét illetően és az ő segítőtársait illetően. Nekem, mint civil vezetőnek a legfontosabb gondolat az, hogy a Városnap szlogenjét, ami 90 éve együtt címet viselte, tudjuk most továbbvinni, és az nagyon jó, amikor visszaemlékezünk a gyökereinkre, visszatérünk a gyökereinkhez, és megbecsüljük a múltunkat, mert úgy gondolom, hogy csak akkor lesz jövőnk. A buja növényzet helyét pár nap múlva fák, bokrok és virágok fogják díszíteni. A temető felújításához sokan csatlakoztak. Régóta dédelgetett gondolat az, hogy a régi temető részeket felújítsuk, és most, hogy civil kezdeményezéssel látszik, és kidomborodott egy közös gondolkodás, ebből kifolyóan így még nagyobb erőt tudtunk meríteni erre a munkára, és nekiálltunk egy olyan felújításnak, illetve mondhatnám azt, hogy rekultiválásnak, mert tényleg egy elhanyagolt temetőrészről volt szó, de úgy gondoltuk, hogy aki a múltat nem tiszteli, a jövőt nem érdemli, és valahol minden települést onnan ítélünk meg, hogyha bemegyünk a temetőjébe, látjuk, hogy mennyire gondozzák a múlt emlékeit. Így úgy gondoltuk, hogy hát valahol nekünk is csatlakozni kell ahhoz, ami ezt méltó szintre emeli. A kollégákkal nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ezeket a régi sírköveket olyan állapotba hozzuk, hogy egy emlékhelyé tudjuk alakítani. Nyilván, amit jelen pillanatban látni fogtok, az még nem a végső állapot. Szeretnénk még néhány díszfát ültetni, olyan növényeket, ami mégiscsak egy kicsit méltóbbá emeli ezt a helyszínt. De ettől függetlenül rengeteg olyan sírkövet tudtunk felújítani, megragasztani, visszaállítani a helyére. Régi lakosokkal beszélgetve így kiderültek olyan családi kötődések, amit csak mendemondákból tudtunk, úgyhogy valahol ez nem csak egy temető felújítás, hanem valahol a régi lakosoknak az identitás újbóli megtalálása azoknak a fiataloknak, akik csak vagy a nagypapától, vagy még szomszédoktól, ha esetleg nagyszülőkkel már nem volt alkalma beszélgetni ezekről a régi dolgokról, és bejönnek a régi nevek, a régi családnevek, akikkel már nem találkozunk, de ez igenis hozzátartozik a település történelméhez. Ugyanezt a munkálatot elvégeztük két évvel ezelőtt a Kozári temetőben is, ott is folytatjuk tovább, de ahogy a helyi civilekhez és a gyöngyvérekhez tudtunk csatlakozni, ez egy nagy erőt adott nekünk ahhoz, hogy hát látjuk azt, hogy más is hasonlóképpen gondolkozik, és egy olyan értéket tudunk újból teremteni, ami méltó a jövőhöz, és hát azért úgy gondolom, hogy az sokat számít, hogyha beszélgetünk a gyerekeinkkel, hogy van egy olyan múlt,
amire büszkék lehetünk, ahol bejönnek a régi mesék, hogy mi történt a nagypapával az első világháborúban, a második világháborúban, hogy akkor mi történt, hogy a helyi lakosok ebben hogy vesztek részt. Ez valahol egy ilyen kis történelme ennek a falu résznek, ami hát ugye már városen nőtte ki magát, és azért kell minél előbb ezzel a dologgal foglalkozni, mert minél többen leszünk, annál nagyobb az esély arra, hogy elveszítjük ezeket az értékeket, úgyhogy úgy gondolom, most nagyon jó irányba haladunk, és hát elindult egy együtt gondolkozás, ami segít majd abban, hogy ez az érték ne vesszen el. November 1-én 15 óra 30 perckor ökumenikus áldás keretében közös főhajtásra hívják a város lakóit. 15 órakor a Pécs felüli első buszmegállótól indulna az erre az alkalomra szervezett temetői járat, mely mindegyik megállóban felveszi a tisztelgőket, majd a kozári temető emlékezése után ugyanígy vissza is szállítja az azt igénybevevőket.